Apa. Elindult az életbe. Megvan a diploma, enyém a világ, gondolta. Jó tanuló volt mindig. Kitűnő érdemjegyei voltak. Édesapja büszke volt rá. Ez az én fiam, mondogatta. Édesanyja kicsit féltette, hiszen szemüveges, vézna gyerek volt, olyan magának való. Egyedül játszott a legtöbbet. Csendesen, szavak nélkül. Szorgalmas, tisztelettudó gyerek volt. Amit kértek, igyekezett megtenni. A ruhája szép tiszta volt. A szeme érdeklődő. Pontosan tudta, mit akar. Olyan igazi jó tanuló, jó ember volt. Barátja volt, szerették, mert segítőkész volt. Édesapja szigorú apa volt. Testvérével már nem, de vele igen. Munkás embernek nevelte. A gyereknek legyen szakmája. Ez volt az elve. Ragaszkodott hozzá. Észre sem vette tanárember létére. Nem vette észre. Kincs van a kezében. Ez a fiú kincset ér. Eszes. Nála eszesebb. Legyen szakmája. Abból jól meg tud majd élni. Vegyen el egy szerény lányt, és éljenek szerényen. Ezt hajtogatta. Erőszakos ember volt. Senkire nem hallgatott. Édesanyja csendben volt. Nem mert szólni. Így nevelkedett. Az asszony hallgasson az urára. Ne vitatkozzon. Csendben. És szomorúan éltek. Kevés nevetés volt a kis házukban. A csend és az apa uralkodott. Ilyen család voltak. Ám a fiúnak az égiek más sorsot szántak. Először technikus lett egy kutatóintézetben. Az édesapának már ez sem tetszett. Ám a fiú tele volt elszántsággal. Örökölt valamit az apjától. Szeretett dolgozni. Őt is megszerették a szorgalmáért, a nyitott elméért, szolgálatkészségéért. Kicsi és vékony volt. A lányok elkerülték. Ő mégis... Az egyik legkülönlegesebb lányt nézte ki magának. A társadalmi ranglétrán pedig ő volt a legtávolabb tőle. Hiszen úri lánynak nevelték. Kicsit nyafogós, beképzelt lány volt, olyan, akit ki kell szolgálni. Aztán ki tudja miért. Az élet egymás mellé sodorta őket. Vagy talán az égiek, ki tudja, két különböző ember. Mégis elkezdtek beszélgetni. A fiú kitartó volt az udvarlásban is, mint mindenben. Látta, a lány körül sok fiú forgolódik. Ő ment. És ment. Kitartóan. Az udvarlást nem tudni honnan tanulta, hiszen édesapja erre nem tanította. Ő sosem udvarolt édesanyjának. Ezt otthon nem láthatta. Virággal lepte meg a lányt. Meghívta egy kis vacsorára. Kedvenc teívójába egy turmixra, és ügyesen kereste a lány kedvét. Nem volt tolakodó, de ott volt. Mindig. Megismerte a lány apját, és innentől kezdve minden megváltozott. A lány apja meglátta benne a kincset érő embert. Jó szeme volt. Beszélgetett sokat a fiúval. Észrevétlenül terelte. A fiú felnézett a nagy tudású, okos emberre. Emberségesebb volt, mint édesapja. Tanultak egymástól. Egymásra találtak. A lányapja látta benne, lánya jövendő társát. A fiú egy példaképet látott benne. Életük rövid időre találkozott. A fiú ugyan elvette feleségül a lányt, de a lányapja eltávozott az élők sorából, jó kezekben hagyva lányát. A fiú a bizalmat megérdemelte, szerette a lányt, gondoskodott róla, a gyerekeikről is. Boldog család lettek. A fiú apja ugyan sok keserű percet okozott nekik, de a kis családjukat semmi szét nem szedhette. Azt hitték.
Éltek boldogan, nevelték a gyerekeiket, szép, irigylésre méltó életet éltek. Mindenük megvolt. Szeretet, megértés. Olyanok voltak a világban, mint egy kis sziget. Boldogságot szórtak szét a világban, amerre jártak. Szerették és irigyelték őket. Bár az élet őket sem kimérte. A fiú, aki már férfivé lett, egyre nehezebben viselte a terheket. Kitartott elképzelése mellett, ez egy darabig vitte előre. Egy idő után nem vette észre, a világ másfelé ment. Éles eszű férfi volt, de volt benne valami, ami a korát megelőzte. Mindig előbbre látott, mint a többi ember, és ezt a környezete nem szerette. Az emberi irigység, a féltékenység elnyomta. Egy idő után elfáradt. Édesanyja halálát még feldolgozta, de testvére terhét is ő hordozta. Édesapja ezt elvárta tőle. Sajnos az öregnek fontosabb volt minden, mint a fia családja. Szép, okos unokáiban nem látta meg a szeretetet. Mennyit sem szerette. Őket akadálynak tekintette. Önző, büszke, nyakas ember volt. Saját fiát szétforgácsolta, a szívét és a lelkét mindkét fiának. Unokáik nem érte el annyira. Mert a menye igyekezett a testével és a szívével elzárni az utat, nehogy a lelkükhöz hozzáférkőzzön. Fia egy idő után feladta. Nem bírta a terheket. Elfáradt testét és lelkét, a teher összenyomta. Még volt annyi ereje, hogy kedvesen párjának mondja: maradj. Te még ráérsz jönni utána. Már menni sem tudott. Egyszerűen leült, és a szív, amely annyi szeretetet hordozott, egyszer csak megállt. Befejeztetett. Amit hátrahagyott, azt szeretteinek hagyta. Gondoskodását halála után is. Rendet hagyott hátra. Élete példáját hagyta hátra. Élete értelme utána is élt, hiszen a szívekben ő tovább élt. Minden, amit felépített, megvan, és épül tovább. A kincset a család viszi tovább. Egy emberi kincs soha nem veszik el, hiszen az utódok viszik tovább, és adják tovább. Hiszek a lelkek világában, látom, ott ül egy szép felhőn, és lenéz a szeretteire. És akkor mosolyog, hiszen látja, amit elkezdett, viszik tovább. Nekik sem könnyű az életük, de talán fentről óvja, vigyázza a lépteiket. Mikor szükséges, segíti a lépteiket. Felnézek az égre, én látom boldog mosolyát. Látom, amit félve figyeli utódai lépteit. Soha sem hagyja őket magukra. Iváncsik Éva. Nagyon hosszú volt. Nagyon szép volt. Ne, ezt nem